Akár 31 nap alatt is képes kifejleszteni a Pfizer egy új oltóanyagot a jelenlegi vakcina egyik megalkotója Karikó Katalin szerint, amennyiben kiderülne, hogy a jelenlegi vakcinák nem hatékonyak az új variáns az Omikron ellen. A biokémikus írásban közölte az ATV-vel, hogy a vakcinagyártók, így a Pfizer is laboratóriumi vizsgálatokat folytat a Dél-Afrikában megjelent új koronavírus variáns miatt, és két hét múlva kiderül, hatékony-e ellene a jelenlegi oltóanyag. Karikó hangsúlyozta, nem jelenthető ki, hogy a jelenlegi vakcina nem véd a koronavírus új variánsával szemben. Egyelőre azt lehet tudni, hogy az az ember, aki Belgiumba repült és Omikron variáns találtak a szervezetében, nem volt beoltva. Az az utas viszont oltott volt, aki Hongkongban került karanténba és pozitív a tesztje, de arról nincs jelentés, hogy megbetegedett volna. Karikó Katalin úgy fogalmazott, most majd azt figyelik, hogy mi történik az oltottakkal, illetve azokkal, akik nem kaptak oltást.